kolozsvári íróként sok olyan pályatársról, vagy szellemi nagyságról beszélhetnék, akik vagy azért fontosak, de hogy most ezt a két alakot egymás mellé állítjuk, ennek az az oka, hogy nyilvánvaló sors párhuzamaik vannak, kezdve onnan, hogy például mindketten hősiesen végigharcolták az első világháborút, folytatva azon, hogy jelentős szerepük volt az erdélyi identitás fölépítésében, és bezárólag életük végzetével. Tehát ilyen értelemben persze, hogy egymás mellé állíthatóak, sőt állítandóak, de azért rá kell mutatni különbségekre is, jelentős különbségekre. Ligeti Ernő jelentős író volt, óriási a szerepe az erdélyi szellemi élet megszervezésében, az identitásképzésben. Tehát a két háború közötti erdélyi magyar közösségnek a saját önképe alakításában, ugye összegző könyve megírásával, épp a Súly alatt a pálma című könyvének a megírásával, nagyon sokat tett le ilyen értelemben. Ő egy jó író, viszont nem véletlen, költőként indult, tehát tudjuk, hogy már Ady Endre, Tóth Árpád is felfigyelt rá, jó regényeket írt, viszont a Föl a bakra, a Prágai regénye, sok mindent felsorolhatnánk, de a legjelentősebb azt hiszem mégiscsak a Súly alatt a pálma. És akkor itt hadd térjek ki arra, hogy ugye az ő az Idegen csillag című regénye, azaz a néger hős szerelmes, az már Kósz Károly felfigyelt rá, hogy a néger sorsban itt azért nagyon, nagyon fontos magyar mondanivalók vannak elrejtve. És érdemes végig gondolni, hogy az erdélyi magyar irodalomban a néger motívum milyen hangsúlyos. Nem csak az Idegen csillag, hanem ugye Tamási Áron legtöbbet idézett mondatát, amelyet azok is tudnak, akik egy mondatát nem olvasták Tamásinak, azt az ördögűzés jelenet után egy négerrel mondatja ki, hogy miért is vagyunk a világon. Tehát a néger motivumnak nagyon szép íve van, amely Ligeti Ernővel kezdődik. Karácsony Benő viszont teljesen egyedülálló remek műveket írt. Tehát olyan író, olyan fajta író, vagy olyan értékű regények, mint a Ligeti Ernő regényei, elég sok van. Olyan, mint Karácsony Benő, nagyon kevés van. Tehát stilárisan is teljesen egyedülálló az, hogy nála a regény az szintiszta líra, és az, hogy stilárisan milyen virtuóz. Ezek igazából Krúdi Gyulával rokonítják, és azt hiszem, hogy ez a komparatisztika és a filológia számára érdekes kérdés lehetne, hogy ismerték-e egymást, vagy egymás műveit. Én nem tudom, nem foglalkoztam ennek a búvárlatával, de megérne egy dolgozatot. Azt gondolom, hogy egészen lapidárisan fogalmazzak, hogy Felméri Kázmér legközelebbi rokona, talán Rezed a Kázmér. Nagyon, nagyon sok fordulaton keresztül jutottunk el a fátum beteljesüléséig, jutottak el ők, mi csak természetesen, mint tanúk, meg késői tanúk vagyunk jelen ebben. Tudjuk, hogy Karácsony Benő kétszer is megmenekülhetett volna a halál vonattól, a haláltáborból.
Az egyik az volt, amikor 2 évvel korábban, 1942-ben, ha jól emlékszem, az akkori kolozsvári neológ rabbi, Weinberger rabbi felszólította, hogy szakítson a magyar irodalommal, deklarálja magát zsidó írónak. És a Karácsony válasza az volt, hogy nála a kettő nem egymást kizáró, nem egymással szemben álló fogalom, hanem komplementerő, úgy zsidó, hogy magyar, és úgy magyar, hogy zsidó. És ezt a mind Weinberger rabbi, mind kolozsvári akkori zsidó vezetők olyan rossz néven vették, hogy amikor összeállították azt a bizonyos listát, a Kastner listát, a Kastner Rezső listát, akkor arról őt kihagyták. Tehát azok, akik kimenekültek a kolozsvári zsidó elitből, azoknak a soraiba nem kerültek bele emiatt. Tehát tehát a magyar nemzet eszményhez és a magyar államhoz való lojalitása miatt is halt meg. Ég az ember orcán a bőr, amikor erre gondol, hogy a magyar államban való hitét egyre megcsúfoltuk, képes volt a magyar állam engedni azt, hogy állampolgárai, ráadásul hozzá nagyon lojális állampolgárai, akik éveket harcoltak érte a harctereken, és a magyar kultúrát gazdagították nem akárhogyan, nem akármivel, ilyen sorsra jutottak. És a másik ilyen fátumos fordulat az volt az életében, ezekben az években, erről beszélünk, hogy őneki Bánfi Miklós megüzente, hogy elrejti a Boncidai birtokán a legdrámaibb napokban, 44 késő tavaszán, koranyarán. És akkor ő baloldali értelmiségi prominens figurák rábeszélésére nem fogadta el ezt a mentő ajánlatot, hanem hallgatott arra az érvelésre, hogy neked vállalnod kell a zsidó sorsot, mert csak így tudod majd hitelesen megírni, mint résztvevő, és akkor neked is ott a helyed, mint a zsidóknak. Jelesül ez a téglagyárt jelentettem, a téglagyárat, meg a vonatot, meg a Auschwitzot. Te ne bujkáljál. És ő hallgatott erre az érvelésre, és hát ez lett a vége. És azt is gondolom, amit én már elmondtam, azt hiszem 10-20 évvel ezelőtt is, talán az EMKE valamelyik összejövetelén, hogy az, hogy a Karácsonyben ő lakásának, kolozsvári lakásának a falán sincs emléktábla, az minősíthetetlen